Én már amikor a playlistet összeállítottam, és utána lelokkoltam a Windows-t, hogy gyerekek, ez fog szólni, senki nem mattat a gépen. Silent Disco volt, ami egyben az egyik legszórakoztató, meg a legperverzebb módja a szórakozásnak. Hát akkor lehetett volna az, hogy a Palvin Barbie az egyik csatornán adja a szépségtippeket, a másikon meg te a zenét. Ez egy klasszikus kép, igazi gyönyörű faszik társaságában. Barbie nagy kihívóra talált itt Miskolci Márton mellizmát illetőleg. Idén arra gondoltunk a Boomosokkal, hogy kicsit közelebb hozzuk hozzátok azokat a DJ-ket, akikkel ti is buliról bulira tomboltok végig minden éjszakát. Ezért elindítunk egy új sorozatot, ahol arról beszélgetünk majd velük, hogy ki honnan indult, kit mi motivál, mivel foglalkoznak a zenén kívül, és hogyan élik életüket. Ez a DJ Story. Ha érdekel titeket a DJ-k titkos élete, nyugodtan kommentben írjátok le kérdéseiteket, vagy hogy kikre vagytok kíváncsiak a következő részekben. Igyekszünk minél többet elhívni közülük. Első vendégem, Pados Gyuri, Drop the Cheese-ből, aki a Drop the Cheese okosabbik fele. Az ő nyilatkozása szerint. Szia! Szebbiket nem merem, szervusz. Üdvözlöm a nézőket. Szebbiket nem merném bevállalni. Még annak ellenére is, hogy a Tomi az élő fellépéseken már nincsen jelen, de még továbbra is ő a Szebbik. Fotókon ő kapja több lájkot. Igen. Na hát akkor az első kérdésem, hogy te honnan is indultál, mint Gyuri, Gyurex, és mikor, hogyan, kivel, miért? Nekem a legtöbb ismerősöm, meg ilyen közeli barátom, az mind budapesti volt. Ez azért fontos, mert ugye akik budapestek és Budapesten is járnak egyetemre, azokat nagyon ritkán, vagy inkább egyáltalán nem veszik fel kollégiumba, vagy mennek el albérletbe, mert otthon laknak, miért nem lesz lenni. Viszont ez a barátom budapesti léte ellenére már akkor elment albérletbe, ebből kifolyólag a komplett baráti kör az folyamatosan nála lógott. Dátumot nem mondok, mert mindenki csak elszörnyedne, de még akkor nem értetek. De hogy a lényeg az, hogy úgy néztek ki a bulik, hogy akkor hoztuk mindig a, még az asztali számítógépet, meg a CRT monitort. Ó, hát az Excel. És ment először még csak a Winampról. Igen, a híres Winamp. Majd utána, amikor már megjelent az a plugin a Winamphoz, hogy az utolsó pár másodpercet így autocrossfade-elt a két szám között, és akkor már mixek mentek, akkor ezt leváltottam. Akkor lett a DJ. Én már amikor a playlistet összeállítottam, és utána lelokkoltam a Windows-t, hogy gyerekek, ez fog szólni, senki nem mattat a gépen. Már akkor úgy gondoltam, hogy az, és akkor ez átment arra, hogy akkor virtuál DJ, akkor ez átment oda, hogy egy akkori kezdetleges ilyen kétsávos kontrollert, de ugyanúgy még a gépre kötve, és arról ment egy szórakozás. És ezzel párhuzamosan, amikor már többet hívták ki ránk a rendőröket, mint hogy tudtunk volna jól érezni magunkat, akkor jött el az, hogy jött, akkor ezt a szórakozást ezt át kell tolnunk szórakozó helyekre. És amikor akkor tájt jól mentek szórakozó helyek, amik hát leginkább azóta aztán már meg is szűntek, vagy átalakultak, vagy legalábbis átnevezték őket, az biztos. Sokszor megtörténik. Na azokra a helyekre kezdtünk el lejárni, akkor tájt találkoztam majd az egyik másik videótok alanyával, Peter Jabinnál, és én igazából annak ellenére, hogy nem az ő buliaira kezdtem legelőször járni, de nála láttam legelőször azt, ami engem megfogott magába a diszkózásba, hogy nem csak ilyen lelketlenül gépiesen pakolgatta egymásra a dolgokat, hanem ilyen tök szórakoztatóan csinált az egész, és ez nekem baromira megtetszett. És alapból volt egy ilyen indítatásom, hogy ugye a házi bulika, onnan elkezdtük, itt szerettem volna ezt a dolgot csinálni, de ahogy ő csinálta, úgy meg így még inkább kedvet kaptam hozzá. Itt persze elsüthetném azt a point, hogy bazeg, ha ő meg tudja csinálni, akkor bárki. Nem erről van szó, ő kifejezetten ügyesen csinálta már akkor is. Igazából onnan indult el a dolog, hogy elkezdtem egyre többet, leginkább az ő buliaira, meg mindenki másére is járni, és akkor idő után már, amikor a kellő tudást így összekutattam hozzá, akkor már megengedték egyes helyeken, hogy beállhatom warm-up-olni, ugye egy nyitásra, amikor még ember nem volt a helyen, meg ilyenek. Meg akkor még volt lemezes táska, tehát akkor nem az volt, hogy két pendrive meg fejhallgató, hanem és akkor így mit tudom, hogy hordtam a lemezes táskát egyik-másik... Igazi túra volt. Akkor. Amúgy igen, hát figyelj, megérkezni való a kocsival, bepakolni a lejátszókat, meg a lemezeket, tehát ez amúgy nagyobb meló volt, mint mostanában. Hát, na mindegy, és innen indult. De akkor kimondhatjuk azt, hogy Jabin Peti inspirált téged? Arra, hogy... De ezzel komolyan foglalkozz? A Jabin Petinek óvatatlan nagy szerepe volt abban, hogy én ez iránt elkezdtem érdeklődni.
nem csak ő inspirál, de neki nagy szerepe volt benne. Na, és akkor így eljutunk szépen lassan 2018-hoz, amikor te már Drop the Cheese-ként zenélsz. Igen, ez ugye úgy néz ki, hogy én 2000, és akkor most mondjuk dátumokat, hogy én 2005-ben kezdtem el diszkózni, értelemszerűen nem onnantól számítom magamat profi DJ-nek, de akkor voltak az első olyan fellépések, amikor már művész néven, már nem ingyen, hanem fellépti díjért, meg ilyen, nem csak ilyen warm-up set, hanem már kaptam ilyen önálló, akár esteket, akár ilyen főműsoridős timeslotokat. Ez 2005-ben volt. Ez azért fontos megjegyezni, mert akkor én még mint DJ Gyurex kezdtem el, meg én onnan ugye ide a Boom Partyhoz is, mint DJ Gyurex kerültem be. Viszont ez a dolog, ez, minden normális dolognak, amit az ember szívvel, lélekkel csinál, annak jó esetben van egy fejlődési görbéje, hogyha az ember nem elégszik meg azzal, amit éppen esége lelét. Én ezzel ugyanígy voltam, a zenék iránt egyre inkább volt az a vágyam, hogy ne csak azokat játszam le, amikhez hozzájutok, hanem hogy alakítsak rajtuk. Ugye ilyenkor kezdtem el először mashupokat csinálni, aztán editeket készíteni dalokból, aztán már megpróbáltam megremixelni őket, aztán már elkezdtem játszani gondolatot, hogy teljesen sajátot alkotni. De se a tudásom, se a lehetőségem még nem nagyon volt meg hozzá. És akkor elkezdtem így a DJ Gyurex-es profilom mellett így ezzel külön foglalkozni, jártam úgy ilyen elektrikus zenei iskolába is, amit Budapesten az Impro-ba jártam. Impro abból a szempontból amúgy jó, senki ne várjon különben az ilyen iskoláktól túl nagyot, azért mert tehát voltak az évfolyam olyanok, akik ténylegesen nulla tudás. Nekem volt egy minimális ilyen felvett tudásom, igen, amit így autodidakta módon így összeszedtem már magamra. Tehát nekem sok legalább az Ableton-ban. Igen, meg egy csomó tutorial videóban, de hogy nekem legalább elképzelésem volt a dologról. De nagyon sokan voltak ott, akik úgy ültek le, hogy ilyen totál semmi lövésük nem volt a dolga kapcsolatban, és ezek a képzések arra jók, hogyha neked, tehát hogy konkrétan nem is megválaszolják a kérdésedet, hanem rávilágítanak, hogy mit kellene megkérdezned, hogy mi az, ami téged érdekel. És én több kérdéssel távoztam onnan, mint érkeztem, de ez abban a szempontból jó, mert most legalább már tudtam, hogy mi az, amit nem tudok. Igen. Na mindegy. Tommy. A Tommy az úgy jött be, hogy az iskolától függetlenül az egyik bulin oda jött hozzám, és mondta, hogy tökre tetszenek a zenék, miket én játszok, ő is csinál saját zenéket, és ő megmutogatná néha őket. És így 10-ből 9-szer azt mondom erre, hogy jó, lelkes, nem komoly a dolog, írjon rám, megbeszéljük, stb. De ő tényleg átküldte a dolgait, még rögtön akkor. Meghallgattam őket, leesett az állam, és akkor ennek kapcsán elkezdtünk beszélgetni, elkezdtünk összejárni, sörözgetni, mutogattunk egymásnak zenéket, elkezdtük egymást kvázi inspirálni, és akkor ez a dolog fejlődött oda 2010-ből 2011-re, amikor már nem csak két haver, hanem tényleg igazi barátok lettünk, hogy kitaláltuk, hogy már pedig ennek kell valami testet öltenie, és elkezdtük a Drop the Cheese projektet, ami a mai napig is ugye fut, sőt most már csak az fut, mert a Gyurex-es dolgot azt nem csinálom. Én azt mondom, hogy 2011-től, tehát most már az is ugye lassan 8 éve. Én összegyűjtöttem pár klasszik képet a sötét múltadból, ezt majd nektek itt valahol mögöttünk, felettünk, alattunk látni fogjátok ti is, előttünk, hogy mik ez. Előttünk, igen. Figyelj, ez a remek kép, ez kérlek szépen Szolnokon készült 2011-ben. Ugye most az utóbbi években az e-foton. Az utóbbi években ugye az e-fot az most megvetette a lábát, az régen arról volt híres, hogy vándorolt minden évben, máshol volt, mások szervezték, aztán mióta ilyen egységesebb. Te is vándoroltál utána. Hát a mögém hegesztett batyuból látszódik, igen. Na, tehát long story short. Ugye 2011-ben már voltak olyan lejátszók, amikbe lehetett dugni pendrive-ot, de még Rekordbox meg társai sehol nem volt. Persze. CD-zett a társadalom nagy része, én magam is CD-ztem, mögöttem kérlek szépen egy magam a márkájú bakelit táska látszódik, mert hogy a Media Mart-ban kapható ilyen nagy lapos CD wallet, amiben ugye egy lapban ilyen 4 darab CD-t lehetett betolni, abból volt ugye egy olyan walletben 200 CD fért, abból 2 darab, tehát összesen 400 CD, az meg pontosan méretileg ki volt mérve, belefért egy ilyen bakeli táskába, ami azért jobb, mint egy sima táska, mert ugye bár a CD-k most egy pendrive-okkal ellentétben sérülékenyebbek, könnyebben meghajolnak, és ez meg ugye a bakelitek miatt, ami soha nem volt benne, párnázott volt minden irányból. Tehát, hogy azt látszódik, ehhez hozzá kell tenni, hogy egy drága jó édesapám, látva, hogy tehát a szüleim azért az igazi hősök, mert ők soha nem örültek neki, annól sem, amikor ezt kitaláltam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, amikor elkezdtem vele foglalkozni, annak sem, és tehát
úgy támogattak, meg támogatnak a mai napig végig, hogy ők annyira nem örülnek ennek. Tehát ők jobban örültek volna, hogyha a diplomának megfelelően tovább dolgozok azon a szakterületen, de elfogadták, és tök jó fejek. Fanterom egyik ilyen cselekedete volt az is, hogy kérlek szépen a kínairól beszerzett egy ilyen 1500 forintos banyatankot, amivel ugye a nyuggerek szoktak menni a piacon, és így húzzák maguk mögött, és így abba vásárolnak bele. Meg áthúzzák a lábunkon, a buszon, ilyesmi. Na most erről, ugye ez azért volt jó, mert ugye pontosan ugye az idős emberek dolgát megkönnyítendő ilyen rendkívül nagy kereke volt, ami bármire ment. Na most erről édesapám lehegeztette magát a banyatankot, majd arra lett így rá eszkábálva az én bakeli táskám, amihez lehetett volna különben ilyen külön kiegészítőként, még rakd vissza egy pillanatra, külön kiegészítőként lehetett volna venni különben ilyen kis trollis húzogatós megfejtés, csak mondtam, az lett volna 15 000 forint, az meg 1500 volt. És hogy miért vagyok egy ilyen rendkívül impozáns női kerékpáron, kérlek szépen, ennek az az oka, hogy lenn a szolnoki efoton, napközben nem kellett zenélni, csak esténként. És van napközben, hogy valamivel dobjuk fel a dolgot, viszont a szállásunk meg baromi messze volt a fesztiváltól, tehát hogyha egyszer így rávette magamat, hogy kimegyünk a fesztiválra, akkor onnan már csak este mentünk, vagy hajnalban. Sztori lényege az, hogy Erik haverra mondta azt, hogy fú, menjünk el, van itt szolnoki városnézés. Ó, mondom, a táskával, jó, mondjuk húzogatom magam mögött, maximum hülyének néznek. Kiderült, hogy bejelentkeztünk, meg beregisztráltunk egy ilyen szolnoki városnézésre, ami nem sima városnézés volt, de mi ezt már a induláskor tudtuk meg, hogy biciklis városnézés. Mondom, annyi baj legyen, és hogy jobban le tudják szűrni azt, hogy ki van a városnéző csoporttal, és ki az, aki meg csak egy random biciklizik a Szolnokon, és arra, hogy ne szóljanak rá, mindenki kapott egy ilyen piros karkötőt, vagy ilyen szövetanyagot, amiért rá kellett kötnünk a karunkra, hogy jó, akkor gyerek, te gyere velünk, mert látjuk, hogy a csapathoz tartozol. Igen. És én azzal igazából kötöttem össze a banyatankos lemezes táskát a biciklivel, és hát figyelj, ide rajta van... Túlélték a CD-k? Túlélték, figyelj, ez a banyatank, ez kérlek szépen még ebben az évben sajnos megsemmisült, viszont nem ebben az évben, a rákövetkező évben semmisült meg. A Sziget Fesztiválon zenéltem 7 napon keresztül, és így az utolsó nap hazafele menet, így amikor leszálltam a hévről, akkor ott kész, ott kitört az egyik kerek, ott helyben meghalt, de igen, nagyon szépet ment a cucc. Eltemetted. Kiemelném még külön a képen, hogy tényleg minden rajta van. Tehát a kornak megfelelően, ami nagyon népszerű volt, már népszerű a mai napig is, hogy a Converse dorkó, ugye már akkor rendkívül ment ez a kamuflázs minta, ugye oldalzsebes nadrág, ott a passz az így lóg ki, hogy félig így ott igen, a zsebemből. Elég menőn. Figyelj. Te voltál a legmenőbb ember a Szolnoknak. Vagy legalábbis DJ, az biztos. Az biztos, az biztos. Itt egy másik elég érdekes kép, kevésszer látunk ilyen fellépős ruha megoldásban. Igen, itt a Dublik fivérekkel vagyok látható, az 2014-es közgáz gólyabán volt. De azért vagyok ilyen mulatásiba csapva, mert felkértek a fellépés mellett, hogy volt ilyen gólyabál király, meg királyi választás, és hogy akkor azon kellene zsűrizni. És akkor ott meg voltak hívva ilyen, már akkor is ilyen beauty vloggerektől kezdve, ilyen női magazinnál dolgozókon keresztül, tudom, Járai Márk is ott volt különböző zsűriben. Tehát itt egyébként te adtál még ezen kívül stílustippeket a Dublik tesóknak. Ha megnézzük a képeket, akkor Larry róla, hogy én aztán senkinek nem adtam stílustippeket, és akkor a Dublik fiúkkal meg már akkor is jó viszonyt, majd napig jó viszonyt ápolunk, annak ellenére, hogy csak nagyon szűken súroljuk egymás érdekköreit. Igen. Hát inkább azt mondanám, hogy én szoktam néha olyanokat is játszani, mint amik nekik a főcsapás irányuk, azt már kevésbé gondolom, hogy ők szoktak volna azokból palettázni, bár az Isten tudja, lehet, hogy egy-két bét... All I Want for Christmas remixet ők kevéssé tesznek be. Na mindegy, erről ennyit. Igen, és hát ez egy legendásan jól sikerült kép. Ez kb. Amúgy azt érdemes megnézni, hogy ez a 2014-es kép szintén, hogy ezen ugyanaz debil fejet vágok, az előre nyomott állal, mint amúgy a 2011-es képen. Tehát hogy valószínűleg, hogyha van valami, ami előnytelen, de ilyen signature move, akkor ez ez. Igen, itt Palvin Barbie-val kérlek szépen a... Óriás B2B set volt. Amúgy mondhatnám azt is, nem, hát odajött, hogy legyen valami, de aztán mondtam neki, hogy figyelj ide. Két, ez olyan, mint amikor Ariel a kishab leány szeretett volna valamit az izértől a herceg, tehát két más világ vagyunk, érted, utazol, hírnév, minden. Tehát mondtad neki, hogy én meg most nem, te... Nem, meg foglalt ennél is volt. Ennél fölsebb osztályba. Nem, egyáltalán nem.
Figyelj, egy kedves aranyos lány volt. Nem, az volt kérlek szépen, hogy az egyik haverom lejött, és ő amúgy az a durva, hogy ő meg gyerekkori jó barátja a Palvi Barbie-nak, és így a Barbie tök közvetlen meg jó fej volt, hogy lejött a random, így a BME vegyészkarnak a kari napjára, ahol Silent Disco volt, ami egyben az egyik legszórakoztató, meg a legperverzebb módja a szórakozásnak, mert ha leveszed, mint ahogy a képen is látszik, hogy a fejedre felhallgatod, akkor igazából hogy csak egy halom embert látsz, akik néma kusba rohamot kaptak képen, és így megy a vergődés. Ráadásul, mivel ugye ezeknél a Silent Discoknál általában mindig ugye az a plusz, hogy mindig két csatorna van, és akkor az egyiken, mit tudom én, a rockerek ott izé, megy a Mennyország turista, a másikon meg irgalmatlan szeletelés. Hát akkor lehetett volna az, hogy a Palvin Barbie az egyik csatornán adja a szépségtippeket, a másikon meg te a zenét. De amúgy ez a kép is nagyon jól mutatja, hogy a Barbie az nagyon jól kezeli az ő hírnevével járó ilyen dolgokat, hogy emberek oda jönnek fotót csinálni, mert látod, hogy oda jön, mosolyog, át is ölel, pedig valószínűleg izzadt voltam, hülye voltam, részeg is voltam, tehát hogy ő tényleg, tehát ő jól tudja kezelni, nem így felnyázik, hogy bocsánat, én veled nem csinálok, mert nekem ez ciki. Úgy jó. Hát ez egy klasszikus kép a Volt Fesztiválról 2015-ből. Igen. Igazi gyönyörű faszik társaságában. Itt szeretném megjegyezni, hogy Barbie nagy kihívóra talált itt Miskolci Márton mellizmát illetőleg, mert hát ez legalább 3C-s, de lehet, hogy még nagyobb is. Na mindegy, ez egy hibátlan kép, itt ugye volt kint a Boom Party-nak egy kis kaivája, ahol, ha jól tudom, magukat is, meg ilyen diáki egy promó, valami megfejtés is volt. Én nagyon örültem neki, mert konkrétan... Nyertél egy belépőt? Nem. Az volt a tök jó, hogy fesztiválon nagyon nehéz, pláne, hogyha az ember ebben a szakmában dolgozik, így nem találkozni ismerősöket, tehát mindig el tudsz menni a bajogni valakivel, de itt konkrétan egy hétig majdhogy nem össze voltunk zárva. Igen. Így a fiúkkal, és jó volt, tehát mindig volt társaság az embernek, hogy pont nem kellett zenélni, vagy nem volt olyan koncert, ami meg én általában mindig megpróbálom megragadni az alkalmat, és elmenni, meghallgatni olyan más előadókat, zenekarokat, akik engem érdekelnek, hogyha éppen az időm engedi. De ugye nagyon sokszor van üres járat, vagy hogy olyan műsor volt, ami engem nem érdekel, és akkor mindig volt egy fix hely, ahol el lehetett menni, ahol kaptam egy-két mindig jó szót, kaptam egy-két jó italt, igen. Az meg volt. Ja, gyönyörű nyár volt. Gyönyörű nyár volt, gyönyörű emberekkel. Igen. De a szakállad az ugyanúgy megmaradt azóta. Nem, az azóta növesztem. Most már... Ja, hogy azóta növesztem, és ugyanekkora maradt. Most ennyi jött. Az egy komoly teljesítmény. Jó Isten. Ja. Az a helyzet, srácok, hogy a Vártnál kicsit hosszabbra sikerült a beszélgetés Gyurival. Hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot és kommenteljetek alá. Folytatással pedig nem sokára jelentkezünk, de addig is iratkozzatok fel a Boom Party YouTube csatornájára, és nyomjátok meg a csengőt. Nem sokára találkozunk. Sziasztok! Na mindegy, hogy az az East Fest az volt brutális, a másik, hogy mondanom kellene, az pedig a nyár legesleges legvégén, ugye a Szegedi Ifjúsági Napokon ott a Party Arénában, az is olyan volt, hogy azt hittem, hogy ránk szakad a sátor, tehát hogy én mindenhez is értek, úgyhogy... Hát ez egy DJ dolga. Ennyi. Majd vagyok, mint egy jogász. Igen. Annál jobb. De ettől tudsz DJ maradni. Igen, hogy egy 16 éves gyermek vagyok egy felnőtt testébe bezárva, és nem az a 16 éves gyerek vagyok, aki otthon a pincében van bezárva. A kettőt nagyon különítsük el egymástól. Ezt meg is kell, hogy detettem, különben jó, hogy szólt. Az örök vita kérdést fölteszem neked, hogy DC vagy Marvel? Nem, Tony Starkkal mennék a buliba.